Kazimír Málevicsnek állít emléket. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy mindarról, amiről most beszélünk, arról beszélhetünk úgy is, mint aminek van egy mai relevanciája. A Művészettörténeti Szabad Egyetem programsorozat keretén belül Aknai Tamás művészettörténész főként a konstruktivizmus kialakulásának történeti szakaszait mutatta be előadásában. A konstruktivizmus az orosz művészetben 1912-ben jelentkező absztrakt irányzat, amely különböző anyagok, fa, üveg, vas, cement alkalmazásával a tömegek és formák viszonyát jeleníti meg. A geometrikus formákat helyezi előtérbe. A konstruktivista művészek azok, akik a tárgyak ábrázolásában erőteljesen hangsúlyozzák a szerkezeti összetevőket, a tereket és a síkokat. Mindez a modern ipari formatervezés alapja is. Rendkívül termékeny időszak volt a 20. század első évtizede, és benne a racionális törekvések igen rangosak voltak, és igen differenciáltak, tehát szükség volt arra, hogy beszéljünk a futurizmus történetéről, erősen társadalmi érdeklődéssel telített az átalakuló és modernizáló Itália problémáiról szóló, azokról üzenő művészeti irányzat volt. A mai alkalommal pedig beszélünk a konstruktív törekvésekről, amelyek nagyon sajátságosan és szinte kizárólagosan a szocialista perspektívákkal kapcsolódnak össze, mert hiszen az eredete, a feltalálása, kialakulása, a hasznosítása az Oroszországhoz kötődik. A mai alkalommal tehát ennek az elsősorban orosz gyökerű irányzatnak, amely nagyon sok helyen feltűnik azért Európában, az eredetét próbáljuk kinyomozni. Így aztán nem csak Oroszországról fogunk beszélni, és az orosz avantgárd fontos alakjairól, mint a Vladimir Tatlin vagy a Kazimír Málevics, hanem a magyarokról is, akik között Kassák Lajos és az aktivisták rendkívül komoly szerepet játszottak, illetőleg olyan alkotókról, mint amilyen a Piet Mondrian volt, illetőleg az őket követő, már többféle irányzattal kapcsolódó, tulajdonképpen európai érvényességű alkotókkal, mint amilyen a Moholy Nagy László volt, és a konstruktivizmusnak a neo-változatai, amelyek elkísérnek bennünket napjainkig. Ebben az elvonatkoztatott és kicsit valóságidegen szerkesztésmódban, ebben a munkamódszerben, aminek alapja egyfelől a redukció, másfelől a geometrikus építkezés, ennek a felületeit olykor a mindennapi élet valóságából vett tárgyak, dolgok, mintázatok töltik fel. A szimulatív, vagyis hát az utánzáson alapuló műalkotásnak úgy tűnik, hogy a 20. század első évtizedében befellegzett. A művészi személyiségek, a személyes érzékenység, a spekulációk rendkívül mértékben adnak új tartalmakat a művészetnek. Az oroszoknál ezek az új tartalmak, vagy új kísérletek párosulnak még a társadalmi utópiával is, amelynek a szolgálatába, mint praktikus használati tárgyak formája kerül a konstrukció. Erdélyben a brassói Matisz Tolcsi János művészetének egyik jelentős korszaka illeszkedik be a konstruktivizmus stílusirányzatba. Az erdélyi alkotó behatóan foglalkozott a mozgalom elméleti kérdéseivel is. Kapcsolat épült ki közte és Kassák Lajos köre között. Magyarországon a Kassák Lajos a főszereplő és az aktivisták. Kassák Magyarországon első alkalommal nyit ajtót az európai avantgárdnak, amikor 1915-ben megszervezi a TET című újságját, amit gyorsan be is tiltanak, de 16-ban már elkezdi a MA című folyóirat szerkesztését, amely aztán frontálisan azonosul, illetőleg ad teret az európai avantgárd kutató törekvéseinek, és azt tart egészen 22-ig folyamatosan. Megpróbálok kicsit távolságot tartani a dolgok megvilágítását szolgáló teóriáktól, és megpróbálok szép, jó minőségű képeket vetíteni minden alkotótól, és megpróbálom viszonylag plasztikusan érzékeltetni, hogy milyen nemzeti karaktere van olykor ennek a konstruktív törekvésekre visszamenő mozgalomnak, és talán az is érdekes lesz, hogy megnézzük
a mai feldolgozásait és újragondolásait a konstruktív törekvéseknek, hiszen a feltalálásuk óta ők folyamatosan jelen vannak. Egy nagyon rövid vázlatban én például utalok a Viktor Vazarelli kutatásaira, a Barcsai Jenő kutatásaira, a Kornis Dezsőre, akik geometrikus típusú műveket csinálnak, és hát ugye a mai levegőben ott van a Jarmeszk István, és ott van az Aknai János, tehát bőséggel ad lehetőséget a mai konstruktív törekvések sora arra, hogy egy kicsit történeti formákkal és okokkal magyarázzuk az ő létezésüket. A Művészettörténeti Szabad Egyetem előadás sorozata ebben a fél évben a 20. századi művészetfejlődés vonalát követi végig. A folytatásra február 24-én kerül sor.